Milyen erőfelmérő volt számotokra a keddi nemzetközi felkészülési mérkőzés? Ugye a Rapid Wien-nel játszottunk, mondhatom, hogy egy erős csapat volt, tavaly kikaptunk tőlük 5-3-ra, most nagyon örülök, hogy meg tudtuk őket venni 2-1-re. Egy szervezett védekezéssel és egy jó támadó játékkal tudtunk nyerni. Egy agresszív csapat ellen játszottunk, mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei, de végén mi kerültünk ki jobban belőle. Jobb volt a helyzet kihasználásunk, és hát meghozta az eredményét. És te ugyebár góllal vetted ki a részed a felcsúti sikerből, ez hogy történt? Viszonylag hamar történt, a mérkőzés második percében. Egy lecsorgó labdára érkeztem, és a kapus mellett el tudtam passzolni a labdát. És ugyebár tudjuk, hogy győztetek, de a győzelem nem mindig párosul elégedettséggel. Te hogy érzed? Igen, a saját teljesítményem se vagyok teljes mértékben boldog. Az első 20 perc az azt mondom, az jó volt. Utána viszont valamire eltűntem, és nem úgy ment a játék, ahogy szerettem volna. Viszont örülök, hogy egy gólpasszal hozzá tudtam járulni a csapat sikeréhez, de úgy gondolom, hogy minden játékosban van hiányérzet, játszhatunk volna jobban is. Még a védekezésben sokat kell fejlődnöm, úgy érzem, az még nem a legjobb. Lenne még mind javítani, elsősorban az érintés számon, ezt az edző is megemlíti. Múlt héten Tóth Balázs nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóval interjúztam, aki azt mondta, hogy a bajnoki rajthoz közeledve egyre keményebb nemzetközi ellenfelek jönnek. A Slovan Bratislava, akivel szombaton fogtok játszani, az 10-es skálán mennyire számít erős ellenfélnek? Tavaly játszottunk velük, nyertünk 2-0-ra, de ugye nem szabad abból a mérkőzésből kiindulni. Hát úgy gondolom, hogy egy ilyen 7-es, 8-as, hiszen nemzetközi mérkőzés, azért szlovákok kemények, úgy gondolom, hogy az is egy jó erőfelmérő lesz. Szerintem keményebb ellenfél lesz, mint a Rapid, nagyon agresszívak lesznek, de úgy érzem, rajtuk is felül tudunk kerekedni. Hát szerintem egy agresszívabb csapat lesz, mint a Rapid, de szerintem nem fog nagyobb nehézséget okozni. A szlovák játékstílus alapvetően milyennek látod? Harcosak, erőszakosak. Igazából szerintem jobban fekszik nekünk az osztrák, mint a szlovák. Az osztrákok próbálják úgy játszani a focit. A szlovákokkal nem igazán játszottam olyan sokszor, csak a szlovánnal ugye. Mint ahogy elmondtam, ők ilyen harcias futballt játszanak, de úgy gondolom, hogy hozzájuk is tudunk majd alkalmazkodni.